Ma már nem számít kuriózumnak köztereken vagy éppen elhagyatott kies területeken lovas polgárőrök jelenléte. A bűnmegelőzésben, a bűnüldözésben, úgy általában a szolgálatadásban igen hatékony eszköz az őrjáratot lóháton végző polgárőr. Éppen ezért nyit az Országos Polgárőr Szövetség a szabadidős célzattal vagy éppen versenysport irányultsággal működő lovas egyesületek és persze a hobbista lovaglók felé is. Nagyon örülünk minden új lóháton szolgálatot adó polgárőrnek, hiszen olyan helyeket tudnak bejárni, amit semmilyen más egyéb gépjárművel vagy gyalogosan nem tudnak a más polgárőrök teljesíteni, illetve a lónak egy olyan tekintélyt parancsoló hatása van a maga 650 kilójával megjelenésével, hogyha a polgárőr ott megjelenik, akkor bizony ez egy visszatartó erő lehet a bűnmegelőzésben. Nem véletlenül volt Tolna megye, ezen belül Várdomb a házigazdája, az Országos Szövetség lovas tagozatának tapasztalatokat közreadó, azokat megosztó, egy kicsit jövendő mondó konferenciájának. Már 8 település ottani lovasklubjaival, magánlovasaival kapcsolódott az országos programhoz Tolna megyében. Képviselőik, a koordinátorok bőven szolgáltak hasznos információkkal a távolabbi megyék képviselőinek, ahol már megtették az első lépéseket, vagy éppen erre készülnek. Hogy mennyire hatékonyak a lovas polgárőrök, arra a Megyei Polgárőr Szövetség vezetője Széles János egy friss példával szolgált. Legutoljára Pakson volt egy, hála Istennek, egy ilyen dolog, ami annyit jelentett, hogy szakadó eső után, amikor gépjárművekkel gyalog nem lehetett menni, lovasok, elmúlt az eső, lovas kiment, és ő adott jelzést, hogy éppen kiloptak egy fél erdőt. Hát természetesen a rendőrség is, a szakavatott szervek ott voltak, és tettenérés volt. Tehát borzasztó sok előnye van a lovas tagozatnak, hogy kint vannak a közterületeken. A lovas, ha sportolónak is tekinthető, aki történetesen biúrató versenyeken is részt vesz, nem tévesztheti szem előtt, hogy ebben a szerepkörben ő nem edzést végző sportoló, hanem szolgálatot teljesítő lovas polgárőr. Nagyon meghatározó, hogy a lovas milyen befolyással van a lovára, ugyanis extrém helyzetek is adódnak. Lóháton szolgálatot teljesítő polgárőröknek az eszköz a lova, ami azt jelenti, hogy adott esetben az információ áramláson túl, amikor itt a karitatív tevékenységeken túl a bűnmegelőzést helyezzük a középpontba, és esetlegesen a stratégiai partnerünkkel közösen, a rendőrséggel valamilyen eseményen bevonva, ennek a lónak úgy kell viselkednie, mint egy nagyon jó bejáratott gépjárműnek, ha ezt a hasonlatot mondhatom. A lovagolni tudás a feladattal való empatikus azonosulás mellett szükség van speciális ismeretekre is, amit a továbbképzéseken ad át az országos tagozat. Ezeknek örvendetes módon Tolna megyében működő polgárőrök már birtokába vannak, hangsúlyozta a megyei szervezet elnöke. És amiről itt most szó volt, az már nálunk évek óta megy. Tehát az, hogy oktatás, elsősegélyoktatás, balesetvédelmi oktatás, biztosítások, itt már Tolna megyében réges-régen ment, ami még Somogyba vagy Baranyába nem működik. Az, hogy hogy kell életképessé tenni egy lovas tagozatot, hagyni kell a hozzáértő embereket vezető státuszban tenni és azt dolgozni. Széles János, mint megyei elnök, nem érthet mindehhez, mert ez nonsense lenne, de az, aki bevállalja a tagozat vezetést, az értse és csinálja rendesen és becsületesen. És ennek itt a látszatja 50 polgárőr. Neki és az összes lovas polgárőrnek a Várdombi konferencia végén, televíziónkon keresztül is megköszönte az országos tagozat elnöke eddigi munkájukat. Nagyon szépen köszönöm magam nevében a lovas polgárőröknek az egész éves munkájukat, hiszen lovas nemzet lévén szolgáljuk így is hazánkat. Jó esély van arra, hogy a következő ilyen továbbképzésnek nevezhető konferencián már országos lefedettséggel vesznek részt a magyarországi lovas polgárőrök.